Hazánk csapata lép majd a jégre. Hangulatban és buliban nem lesz hiány a jeges sportban jövőre. Szerdán tartja alakuló ülését az iszapkatasztrófa felelőseit kereső parlamenti bizottság. Elnöke a felállítást kezdeményező jobbikos Kepli Lajos lett. A testület feladata elsősorban a politikai felelősség megállapítása. A stúdióban köszöntöm Kepli Lajost, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mondhatjuk, hogy a parlamenti bizottság élére egy igazi szakember került, hiszen ön környezetvédelmi mérnök, és ráadásul Veszprémben végzett. Milyen Igen. jelentőséget tulajdonít annak, hogy egyrészt a Jobbik által kezdeményezett parlamenti bizottság megalakult, és hát ennek a ténynek is? Így van, hát nagyon örültünk neki, hogy megalakulhatott ez a vizsgálóbizottság a Jobbik kezdeményezésére, hiszen ez volt a parlament májusi felállása óta az első ellenzéki javaslat, amit elfogadott az országgyűlés, így különösen értékes volt a számunkra, hogy ez egy jobbikos javaslat volt. Az, hogy a végzettségem passzol ehhez a bizottsági elnöki pozícióhoz, legalábbis részben passzol, hiszen ugye, amint ön is említette, a politikai felelősségnek a feltárása az egyik feladat, és a katasztrófa bekövetkezésének, okainak, részben környezetvédelmi vetületeinek a vizsgálata pedig a bizottság másik feladatköre. Így természetesen ez nem egy hátrány, hogy egy mérnöki végzettséggel rendelkezem, és igyekszem majd a megszerzett szakmai tudásomat, tapasztalatomat a bizottság munkájában kamatoztatni. Mert hogy ez a kettő kiegészíti egymást, és nem választható el talán itt a szakma és a politikai vonal is. Természetesen összefügg a kettő, hiszen azért az iszapkatasztrófa valamilyen okból kifolyólag a gátszakadás ugye bekövetkezett. Ennek valószínűleg vannak valamilyen környezetvédelmi vetületei, és hát a politikai felelősség pedig szintén ebből eredeztethető. Nyilván részben talán abból, hogy nem megfelelően kezelték ezt a gátat, részben pedig talán abból, hogy az iszaptározó kazettának a kialakítása nem volt megfelelő, de hát ezt majd a bizottság feladata lesz kideríteni. Valóban, tehát ahogy említettük, a politikai felelősség megállapítása a legfontosabb feladat, de folyik a nyomozás is. Milyen többletet tud hozzátenni ez a parlamenti bizottság? Hát talán azt mondhatom, hogy szélesebb látókörben dolgozik egy parlamenti vizsgálóbizottság, mint egy büntetőjogi felelősséget megállapító nyomozás. Tehát mi nem csak büntetőjogi kérdéseket, sőt nem elsősorban büntetőjogi kérdéseket vizsgálunk, hiszen arra ott vannak a nyomozóhatóságok, hanem megpróbálunk egy kicsit szélesebb körben rálátni az eseményekre és az összefüggésekre, tehát részben a katasztrófa közvetlen kiváltó okai és az ehhez kapcsolódó olyan jellegű felelősség, hogy hogyan vezettek el az események idáig, egészen az alumíniumiparnak a privatizációjától a gátszakadás bekövetkezéséig, illetve annak a következményeinek az elhárításáig. Mi a stratégia, mi lesz a vizsgálat menete? A vizsgálatot, ugye, mint ön is említette, a bizottság szerdán tartja alakuló ülését, és ezt követően indulhat el a vizsgálat, ami részben parlamenti bizottsági meghallgatásokból, részben pedig egyéb elemekből tevődik össze. Elsőként szeretnénk a privatizációs szerződéseket felülvizsgálni, konkrétan a MAL-nak a privatizációs szerződését, és ehhez kötődően a politikai felelősséget megállapítani, és később közelítünk majd az 1990-es évek közepétől egészen a katasztrófa bekövetkezéséig, és úgy egyre inkább a konkrét kiváltó okokra fogunk összpontosítani, egészen odáig, hogy bekövetkezett a gátszakadás, és hogy konkrétan ennek a műszaki, fizikai okai mik voltak. Még a privatizáció szerződésekre külön is kitérünk, de az is fontos kérdés lehet, hogy vizsgálni kívánják-e más az országban működő környezetre veszélyes technológiát használó technológiával működő vállalatokat, és ezek előkerülhetnek-e? Így van, ez is szerepelt a határozati javaslatunkban, mégpedig olyan szempontból, hogy megakadályozzuk a jövőben az ilyen katasztrófák esetleges bekövetkezésének a lehetőségét, vagy a lehető legkisebbre csökkentsük, ezért terveztük azt, és továbbra is tervezzük, hogy megvizsgáljuk a hasonló jellegű, illetve más veszélyes technológiát alkalmazó létesítményeket, olyan szempontból, hogy van-e bárhol máshol lehetősége annak, hogy egy ilyen katasztrófa bekövetkezzen, és hát nyilván azért a kiemelt figyelem erre a kolontári, illetve ajkai létesítményre fog kerülni,
hiszen több szempontból is meg kell vizsgálni, hogy mik voltak a konkrét kiváltó okok. Tehát tervezési hiba volt-e? Nyilván vannak, akik azt mondják, hogy tervezési hiba, és már az építésnél nem megfelelően tervezték meg a létesítményt, a gátaknak az állékonyságát. Van, aki azt mondja, hogy természeti katasztrófa következett be, és hallottam én már kis földrengésről, meg sok minden másról, talajtörésről, illetve olyan vélemény is van, hogy egy technológiai fegyelemben nem tartása vezetett a katasztrófához. Tudnélik, hogy a lúgot, ilyen híglúgot nem szabadott volna a tározóba ereszteni, mert ez egy olyan nyomást gyakorolt a gátnak a falára, amit az nem bírt el, hiszen nem erre lett tervezve. Tehát sokféle szempont van, ezek közül kell nekünk majd azt kiválasztanunk, ami valóban, lehet, hogy több szempont is közel játszott, ami valóban a gát átszakadásához vezetett. Ha már vizsgálatról beszélünk, akkor terítékre kerülhet-e, kívánják-e vizsgálni a Gyurcsányi Ferenc Volt kormányfőhöz kötődő vállalatokat, ezeket a szálakat? Gyurcsány Ferenc neve úgy került bele az előterjesztésbe, hogy ő az egyik, aki a magyar alumíniumipar privatizálta annak idején a 90-es évek közepén. Ugye tudjuk, hogy az alumínium ágazatot, ezt az egész szektort több cégre darabolták fel 90-es évek közepén, és a MAL igazgatójának, Bakonyi Zoltánnak az édesapja, Bakonyi Árpád volt az, aki ezt az egész privatizációt levezette, és ezeknek a cégeknek egy része Gyurcsány Ferenc érdekeltségi körébe került, a másik része pedig a Bakonyi család érdekeltségébe, és a nyilvánosságra került adatok, illetve a nyilvánosan hozzáférhető szerződések szerint is lehetnek ezeknek a privatizációs szerződéseknek köze a katasztrófához áttételesen olyan szempontból, hogy például a MAL-nak a privatizációs szerződésében ugye egy nevetségesen alacsony összegért 10 millió forintért került eladásra az ajkai létesítmény, és ebben vállaltak különböző környezetvédelmi beruházásokat, ami nyilván azt a célt szolgálta volna, hogy egy ilyen katasztrófa ne következhessen be. Most kérdés, hogy ezek a beruházások megvalósultak-e, vagy egyszerűen csak olcsó pénzért megvették a céget, és utána pedig elmaradtak ezek a fejlesztések. Ez egy érdekes pont, hiszen az állam lemondott ezekről a vállalatokról, abban bízva, illetve hát nem csak bízva, hanem itt szerződésekben is valójában kötelezettséget vállaltak arra, hogy ezeket a környezetvédelmi előírásokat betartják. Hogyan zajlottak ez a privatizációs ügylet, hiszen most úgy tűnik, hogy mégsem zajlott teljes mértékben rendben. Hát a privatizáció során a Hungalu RT bonyolította le a privatizációt, amelynek az élére Horn Gyula felkérte az akkor éppen munkanélküli vegyészmérnök Bakonyi Árpádot, és ő folytatta le ezt az egész privatizációs eljárást, melynek során a körülbelül 10 milliárd forint, vagy legalább 10 milliárd forint névértékű teljes alumíniumágazat kevesebb mint 2 milliárd forintért talált gazdára, tehát itt ez egy másik kérdést is felvet, ami nem közvetlen kapcsolható a Vörösiszap katasztrófához, de mégis a privatizációs gyakorlatnak és esetleg még büntetőjogi felelősségét is. Most ebben nem szeretnék belemenni, mert ez egy külön műsort megérne, azt hiszem, de tény, ami tény, hogy aki járt, és én környezetmérnökként, mikor Ajkán dolgoztam, többször jártam a MAL ZRT Tínföldgyárának a területén, az tudja, vagy láthatta, hogy környezetvédelemről ennek az üzemnek a kapcsán maximum elrettendő példaként lehetne beszélni, hiszen külső szemmel látható környezetszennyezések történtek a véleményem szerint, és mégis minden szükséges hatósági engedélynek a birtokában volt a társaság, tehát ezt is vizsgálni kell, hogy van-e esetleg a korábbi és jelenlegi hatóságoknak felelőssége abban, hogy megkaptak minden szükséges engedélyt, és úgymond rendben volt környezetvédelmi szempontból is az üzem. Elnök úr, a jövőben még folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióban. Köszönöm szépen.